Üdvözlöm Önöket! Ma is izgalmas témákkal készültünk az Önök számára. Forgatási helyszínen járt a Schwenk stábja, ami nekünk nagyon különleges, de nem is feltétlenül a helyszín miatt, hanem a film témája egészen lebilincselő. Aztán érkezik a Hadik hamarosan a mozikba, és azt is megmutatjuk, hogy hogyan lehet, hogy egy színházi előadásból egyszer csak tévéfilm lesz. Úgyhogy nézzenek ma is minket, kezdődjön a Schwenk, én Zavaros Eszter vagyok. Rendkívül izgalmas és drámai dilemmát dolgoz fel Sós Bálint első nagyjátékfilmje, A minden rendben. A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának a segítségével készülő filmnek ott voltunk a forgatásán és beszélgettünk az alkotókkal. Én játszom a főszereplő kisfiúnak az édesapját. Ez a kisfiú a történet szerint, és ez a történet kiinduló pontja, egy születésnapi partin egy balesetnek az okozójává válik, aminek az apja, tehát én, a szemtanúja lesz, és itt kezdődik a történet, hogy mi legyen ezzel a helyzettel, hogy ezt tárják-e a nyilvánosság elé, hogy mi történt, hogy kisfiú volt, vagy pedig titkolják el, mi okoz kevesebb bajt vagy problémát mondjuk a gyereknek, vagy nekünk, mint családnak. Én Klárát alakítom ebben a filmben. Tulajdonképpen egy olyan helyzetben van, hogy egy patchwork családnak tulajdonképpen a születésének lehetünk tanulni. Egy két fél családról van szó. Két ember kezd el egy kapcsolatot, egy szerelem elején járnak, mind a két félnek vannak gyerekei, és tulajdonképpen ennek lehetünk tanulni, hogy ez hogyan alakul, hogy kezdődik, hogy mennyire inspiráló, hogy mennyire jó rájuk nézni. Mindannyian drukkolunk nekik, hogy ez összejöjjön. Egy eléggé nagy ívet visz végig a film, és különböző állapotok vannak ebben, és úgy észben kell tartani, hogy kb. Hol tarthatok, ebben persze nagyon sokat segít a rendező, és úgy napról napra ezeket az állapotokat nyilván elő kell hívni, ez minden színésznek feladata természetesen. És amikor megvan nehezítve egy időjárással, akkor az kihívás. Valóban nagyon hideg van, és sokat fázunk, de azt hiszem, hogy azért érzelmileg nagyon megterhelő pillanatok vannak ebben a filmben, amit nyilván a színészileg meg kell fogni, és ezeken át kell vezetni valahogy a nézőket. Megpróbálom minél közelebb hozni saját magamhoz, minél inkább találni olyan helyzeteket, amik erre rímelnek a saját életemből, vagy olyan emberek életéből, akik mondjuk nagyon közel állnak hozzám, és tudom, hogy miken mentek keresztül. Ez egy nagyon nagy vágyam volt, hogy legyen egy ilyen is, egy nagyobb szerep, amiben ezt kipróbálhatom, hogy ez milyen, és természetesen voltak illúziók a fejemben ezzel kapcsolatban. És azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy részük bejött. Szóval, hogy lett egy ilyen nagyon nagy szeretet bennem, meg egy nagy akarás e felé, a filmes szakma felé. Úgyhogy abszolút pozitív a végeredménye neked. Az inkubátoros filmek azok nála a legnagyobb esély van rá, hogy jó lesz, mert mindenkiben ilyenkor nagyon nagy az ambíció, és jönnek az új szemléletmódok. Engem ez nagyon érdekelt mindig is. A film az egy nagyon gyorsan változó, fejlődő műfaj, és a fiatalok hozzák be mindig az új szempontokat. Ebben az esetben a forgatókönyv szerintem nagyon jó volt, nagyon szimpatikus volt a stáb, tehát a szűkebb stábot értem ez alatt, a rendező-produceri csapat, és a legfontosabb az, hogy amikor olvastam a forgatókönyvet, akkor láttam magamat a történetben, tehát nem éreztem azt, hogy ezzel nekem sokat kellene kínlódnom, hogy oda behelyezzem magamat az egyes jelenetekbe, hanem meg volt az a tapasztalatom, ami mondjuk egy ilyen szerephez kell az életből, mondjuk az apa szerep. És ez a karakter, aki szerencsétlenkedik ebben a helyzetben, tehát ez viszonylag passzol. Márciusban érkezik a mozikba a történelem egyik legnagyobb puszárcsényét felelevenítő film, a Hadik.
1757-ben játszódik, a főszereplő pedig Mária Terézia. Az őt alakító Horváth Lilivel beszélgettünk forgatási élményeiről és kedvenc filmjeiről. Flóra! Való igaz, hogy az első gyerekem születéséig ott nagyon így fölfele ívelt a pálya, nyilván utána a családra terelődött a hangsúly, és nagyon érdekes, hogy most, hogy már nagyobbak, és én is elmúltam 40 éves, most úgy érzem, hogy megint van egy ilyen felívelés, aminek részese a Hadik című filmben a Mária Terézia szerep is. Mindig azt nyilatkoztam, hogy engem nem találtak meg igazán a filmek, és hát most talán megtaláltak, mert most többen is szerepeltem. És ez annak is köszönhető szerintem, hogy kosztümös film és történelmi, mert valahogy én mindig azt kaptam főiskolásként, hogy nekem milyen klasszikus arcom van, és való igaz, hogy az első filmszerepem az egy amerikai filmben volt, és egy kosztümös, a Bűn és bűnhődés. Tehát, hogy érdekes, hogy tényleg valahogy ezek állnak jól, vagy ezt sose tudja az ember, de ilyen lehet az, hogy én a Mária Teréziát megkaptam. Nagyon sokat olvastam, meg sokat is beszéltünk róla, és pont a legutóbb, mert azóta is olvasok róla, meg arról a korról, hogy egy nagyon jó címet találtam, hogy ő egy ilyen igazi helikopter szülő volt. Ez azért érdekes, mert tényleg, hogy amellett, hogy uralkodó volt, és egy nem is kis birodalomnak, rengeteg gyereke született, és ő emellett tudta ezt vinni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ő megelőzte a korát, tehát tényleg olyan volt, mint egy 21. századi nő, aki ugye anya, feleség, és egy karrierje is van, úgyhogy ebben ő szerintem fantasztikus volt, és hát nem csoda, hogy azért ő nagyon sok olyan dolgot tett, amire ma is azt mondjuk, hogy az ő uralkodásához köthető. Kosztümös filmről beszélünk, és azért itt a Szakás Györgyi jelmezei azért nagyon dominálnak és gyönyörűek, és tényleg a festményeket szinte próbáltuk lekövetni a jelmezekben, amikben látható Mária Terézia, és ahogy az ember ezt tényleg úgy van, hogy egy jelmez segíti a színészt, magára vette, az a fűző, az a tartás, az a hatalmas szoknya, úgy azt vettem észre, hogy az egész stáb és az összes kollega, tehát igen, felség, mert nem lehetett úgy végig menni, hogy tényleg mindenki utat adott és az ember ment. Úgyhogy ez esetben ez egy nagyon segítő, meg hát azon gondolkoztam, hogy Jézus Isten, hogy élhettek ebben a korban, hogy létezhet, hogy pihent, hogy evett, hogy volt várandós, mert ezek a ruhák, az már ad egy fellépést, és hát nehéz is, meg egy tartást neki. Nagyon-nagyon jó élmény volt, már maga a casting is, a színészként az ember nem szeret castingra járni, de Szikora János hívott, akivel én színházban dolgoztam régen. Annyiban volt nehéz, hogy ugye ez egy fiúfilm, én azért azt mondom, mert nagyon akciódús, és ugye Hadik Andrásról szól, de mégis az a három női karakter, aki a filmben van, köztük Mária Terézia, annak azért nagyon ott kell lennie. És a Szikora Jánossal ezt beszéltük, hogy azokban a jelenetekben, amikor Mária Terézia ott van, nyilván nem róla szól a film, de azért kapjunk egy képet, hogy ő milyen ember volt, milyen uralkodó, milyen volt a férfiakhoz viszonya, hogy tudta őket irányítani. Tehát én remélem, hogy azért ezek a színek benne lesz a filmben. Ugye, amikor én kicsi voltam, akkor voltak a klasszikusok, az Egri Csillag, a Kőszívű ember fiai. Ugye édesanyám nagyon sokat játszott, aki Tordai Teri a Névtelenvárban. Tehát akkor nagyon sok ilyen készült, és aztán maradt szerintem egy jó 15-20 év, amikor nem. És szerintem mi ezt újra most tanuljuk, színészek, rendezők, hogy ez hogy kell, hiszen ha a külföldi sorozatokat nézzük, rengeteg ilyen feldolgozás van, én egyébként imádom őket. És hát nyilván ehhez kell azért olyan büdzsé, olyan háttér, olyan szakemberek, akik például tudják, hogy abban a korban hogy illett, milyen ruhát hordtak, hogy azért ez egy korhű legyen. Úgyhogy szerintem ilyen történelmi kosztümös filmet sokkal-sokkal összetettebb csinálni, mint egy egyszerű játékfilmet. És szerintem színészként, rendezőként, operatőrként, szóval nekünk ez egy új kaland, és én nagyon örülök, hogy vannak, meg hogy az kellene, hogy igen, hogy magyarként is legyenek, mert hiszen annyi történelmi alakunk van, hogy hihetetlen. Tehát, hogy jó lenne, ha még sok ilyen készülne.
más azt hitte lehetetlen. Gál Béla rendező neve ismerősen csenghet sokak számára, de nem csak azért, mert ő rendezte a Meseautót, hanem azért is, mert ő volt az a rendező, aki felismerte a jelentőségét a hangos filmeknek és a magyar klasszikus irodalomnak is. Ő rendezte a János Vitéz című filmet, ami most már elérhető a Filmjó kínálatában. Gál Béla 1938-as filmje a János Vitéz, noha egy fontos darabja a magyar filmtörténetnek, mert ugye egy a legismertebb magyar irodalmi művek egyikéből készült, mégis kevéssé ismert az emberek előtt, és ennek az az oka, hogy nem jó technikai állapotban maradt fenn. Hogy miért nem maradt ez fenn jó állapotban, annak az a magyarázata, hogy ez egy végtelenül handicapes film. 1938-ban készült, amikor a zsidó törvényeket kihirdett, és ez a magyar film szakmára is nagy mértékben vonatkozott. Ennek a filmnek például a rendezője volt érintett ebben, akinek a nevét egész egyszerűen kihagyták a főcímről, és 1944 végéig ezt a filmet úgy vetítették, hogy ki voltak ollózva a zsidó származású alkotók a film főcíméről. Aztán a háború után pedig azért került dobozba, illetve a megsemmisítési listára, hiszen ez a film is azok közé, a filmek közé tartozott, amiről Erdély Ferenc belügyminiszter 1944 végén, decemberben, Debrecenben az ideiglenes magyar nemzeti kormány kulturális minisztereként arról úgy nyilatkozott, hogy megsemmisítendő minden kópiája, hiszen fasiszta jellegű filmnek tekintendő. Hát miért tekinthető fasiszta jellegű filmnek a János Vitéz 1944 végén, 45 elején, az új korszakban? Azért, mert a Bagót alakító Kis Ferenc az akkori hírhet színház és filmművészeti kamarának volt az igazgatója, vezetője. A Nemzeti Színháznak is a Nyilasok által delegált igazgatója volt Kis Ferenc. És gyakorlatilag emiatt Kis Ferenc személye egy vezető élem volt abban a listában, amelyben közölték a nem kívánatos elemeket, személyeket a művészeti életben. Egyébként ugye az operett változatot vitték filmre, mégpedig azért, mert 38-ban már második évtizede volt annak a hatalmas sikerszériának, amit a maga a mű, az alapmű megszületése jelentett. Ez az operett indított el tulajdonképpen a magyar operettjátszásnak a hallatlanul nagyívű üstökösét. A Király Színházban tűzték műsorra, és végigjátszották az egész első világháborút az eredeti szereposztással. Az eredeti szereposztás szerint Kukorica Jancsit Fedák Sári alakította, ez egy nadrág szerep volt, és Megyaszai Vilma volt Iluska, aki egy hallatlanul kedves, üde jelenség volt a Király Színház színpadán. Ahogy véget ért a János Vitéz sikersztériája, nem sokkal később magát a színházat is lebontották, úgyhogy 38-ban már múlt időben beszéltek a János Vitézről, és tulajdonképpen noha időről időre mindig felfeltűnik a magyar operett színpadokon a János Vitéz, mégis ez az előadás egy legendás, mindenki erre emlékszik és erre utal vissza, és az a 38-as film is nagyon sokban merített ebből az operett előadásból, annak ellenére, hogy azért egy teljesen újfajta szereposztással és gondolkodásmóddal készült, hiszen filmről volt szó, filmre kellett vinni, ki kellett szabadítani a kamerát a színpadnak a rabságából, olyan helyszíneket kellett keresni, ami külső helyszín, ami autentikus, magyar, falusi, Petőfi korára emlékeztető helyszín volt, és az Gál Bélának, a rendezőnek elég jól sikerült. Annak ellenére, hogy a filmjéhez nem a gazdagabb, elegánsabb és jobban felszerelt filmgyárat, a Hunniát választotta, hanem a Magyar Filmirodát, ahol mindig kisebb produkciók készültek, mindig olcsó produkciók készültek, és mindig egy kicsit ez látható is volt a filmeken, a végterméken, hogy azért ez egy technikailag is egy picit elmarad a Hunniának a produkciói mögött. Mindezek ellenére egy nagyon jó kis film kerekedett ebből, népszerű volt a maga idején, és azt elsősorban ezeknek a nagyszerű betétdaloknak, a slágereknek köszönhette, amiket azt hiszem, hogy az egész ország egy emberként fütyült. Nőke babám, kis Iluskám, szeretője.
A pandémia idején a Nemzeti Filmintézet gyártási támogatásával létrejöhettek úgynevezett crossoverek, filmesek és színházak együttműködésével. Egy ilyen produkció Cseke Péter rendezésében a Csoportterápia, aminek a tévéfilm változata már elérhető a Filmion. 24 éves leszek. Csúnya, kövér, pattanásos, lelőtt hajú, örökvesztes. Egyike vagyok azon három embernek, akik várományosai a köztársaság elnöki posztnak. Hol vagyok én most? Ez itt egy csoportterápia. Mi vagyunk a csoport, minket kell terapálni. Ez nem a színjátszó szak. Galambos Attila szerzőtársam a script elkészítésében, és a zenéket szerezte Balba Tamás, tehát így vagyunk hárman szerzők, és egy furcsa apropója volt a történet kitalálásának. Beszorultam egy liftbe egyszer, 2009-ben, valahogy így, és akkor úgy volt alkalmam, egy jó másfél óra volt, mire értem jöttek, hogy kiszabadítsanak. És egy jó másfél óra volt, és akkor úgy elkezdtem gondolkozni, hogy vajon milyen görcsök, neurózisok keríthetnének hatalmába, B, ezek közül melyikek kerítenek hatalmába, és hogy ezzel mennyi ember van így, és aztán egyszer csak így körvonalazódott a fejemben ez a történet. Egyébként pont ez, 6 ember megérkezik egy csoportterápiára, és nem jön az orvos, és elkezdik egymás életét kalapálni. És ebben nagyon sok humor van természetszerűleg, ezt most elindíthatnám Csehov irányából, hogy a lélektani realizmusban a valóságos problémáinkban mennyi humor van, és hogy közben pedig mennyi igazság. És ennek az egésznek a mélyén, bármennyire is nagyon vicces film lesz egyébként, de hogy amúgy ennek az egésznek a mélyén a magány gyökerezik. Nekem nagyon nagy élmény, és nagyon sokat tanultam, nagyon sok barátom lett, de természetesen, hogyha valaki valamit először csinál, akkor nagyon fontos és nagyon jó, hogyha igazi nagy stáb, egy komoly profi stáb van mögötte, és nálam így volt. Tehát mindenki a producertől, az operatőrön keresztül, a világosítő, mindenki nagyon profi volt, és nagyon segítőkész volt, és nagyon-nagyon sokat segítettek nekem, úgyhogy nekem ez egy élvezet volt, és úgy tanultam, hogy valóban nagyon szerettem közvót lenni. Egyáltalán az darab úgy van megírva, hogy 6 szereplőre van írva, és akkor én úgy gondoltam, hogy valahogy szeretném a balettagozatot is beletenni, és így is történt, és nagyon, szerintem nagyon megemelte a filmet az ő belső energiájuk, és ebből kifolyólag szerintem ez talán magyarországi csúcs is volt, hogy 4 nap alatt vettük fel a prózát, és 4 nap alatt vettük fel a zenés részeket, tehát hogy nagyon intenzíven, nagyon-nagyon koncentráltan dolgoztunk, nagyon sokat dolgoztunk, és remélem, hogy meg lesz az eredménye majd. Volt, hogy focistával kezdtem, tacsra tett, aztán meg egy fogorvossal. Kiderült, hogy mást is töm. Azon már meg se lepődtem, amikor egy péklapátra tett. Istenem, a régi szép szakítások! Hányszor hallottam, hogy értékellek, mint embert? Nem te tehetsz róla, bennem változott meg valami. Nem tudok felnőni hozzá. Éretlen vagyok még egy komoly kapcsolathoz. De a legjobb, amikor szó nélkül lépnek le. Egyszer csak felkapod a fejed, hogy valami nem stimmel. Vagy pont, hogy igen? A színház egy nagyszerű, élő, szakrálisabb műfaj, a film pedig egy teljesen másik. Ott sokkal több lehetőség van a fantáziának a kibontakoztatása, sokkal több kérdést lehet szabadon hagyni, a színházban sokkal többet kell tudni megválaszolni. Most egyszerűen arról van szó a csoportterápia esetében, hogy egy színdarabot filmre adaptálunk, de ez szerintem nem jelenti azt, hogy az még ott színház lesz a vászlon. Az már ott nem lesz színház. Az átmegy egy másik műfajba. Mint hogyha én mondjuk a csoportterápiára egyszer írok egy regényt, akkor az annak akkor is ott a papír lesz a műfaja. Ennek most itt a vászlon. Bizonyos időközönként törlődik a memóriám. Ez most vicc? Mert akkor nem értem. Hoppa, hoppa, hoppa! Persze, hogy vannak gondjaid, különben nem lennél itt? Szóval gáz vagyok. Igen. Hoppá, hoppá, hoppá! Jön az orvos, vagy nem jön? Nem jön az orvos. Hoppa be! Nem, az első pillanat. Hoppá, hoppá, hoppá! Én még sose voltam ilyesmi, de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire ijesztő. Én nagyon velem esküdj! Hoppá, hoppá, hoppá! A szem dobtá! A szem dobtá! Hoppá, hoppá, hoppá! Hip-hip ujjá! Ez volt a Svenk. Jövő héten is a legújabb, legizgalmasabb filmes hírekkel jövünk, akkor is tartsanak velünk, addig pedig, ha van kedvük, nézzék vissza adásainkat, a YouTube-on mindet megtalálják. Köszönöm, hogy néztek minket, találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra!